Népes újságíró sereg fogadta a Videoton FC új vezetőedzőjét, José Gomest. A portugál szakember készségesen válaszolt a feltett kérdésekre, elmondta, szeretne több magyar játékost is beépíteni a fehérváriak kezdőjébe, ehhez azonban fel kell térképeznie a hazai labdarúgó közeget, erre mindenképpen szüksége van fél évre. A folytatásban José Gomes elmondta, azért is vállalta a Vidi vezetőedzői posztját, mert Paulo Sousától nagyon szenvedélyes és jó rajzot kapott a fehérvári labdarúgásról és a magyar foci közegről. José Gomes kiemelte, vezetőedzőként egyértelműen ez eddig legnagyobb kihívás a pályafutása során. I work also like head coach in first league. Dolgoztam már első osztályú csapatnál vezető edzőként, de ha például a Portonál eltöltött éveket veszem alapul, ahol pályaedző voltam, akkor nagyon nehéz az összehasonlítás, mert más-más feladatokról beszélünk. Az biztos, vezető edzőként ez pályafutásom eddigi legnagyobb kihívása. Ez a feladat nem csak arról szól, hogy az első csapattal kapcsolatos problémákat oldjuk meg, a Videoton FC egy komplex projekt, mely sikerességével utat nyithat az európai labdarúgás felé. Én képesnek érzem magam arra, hogy ebben segítsek a klubnak, és megvalósítsam a saját elképzeléseimet. Fight for my ideas. José Gomes munkáját a jövőben João Carillo mellett egy új pályaedző, Jorge Mendonca is segíti. A portugál szakember elárulta, rendkívül szimpatikus számára a Vidi által vázolt jövőkép. Very good project to start. Nagyon komoly kihívás a Videoton FC által vázolt jövőkép, én azért érkeztem, hogy ebben segítsek. Már most látom, hogy sok fiatal tehetség van a Vidinél, én igyekszem segíteni őket a fejlődésük érdekében. Másik fő feladatom természetesen, hogy a vezetőedző munkáját támogassam, ezt minden tudásommal meg is teszem. A Videoton FC egy nagyon izgalmas projektet vázolt, örülök, hogy ennek részese lehetek. A kötetlen sajtóbeszélgetést követően a fehérvári labdarúgóknak vezényelt edzést José Gomes. A Vidire a hétvégén már tétmérkőzés vár, szombaton 16 órától a Zalaegerszeg elleni Magyar Kupa meccsen játszik a csapat. Ott lehet a Vidiben az a Nikolić Nemanja, aki közel volt ahhoz, hogy az olasz Siena leigazolja, a transfer azonban végül elmaradt, így Nikó mindenképpen maradt Székesfehérváron. Ezzel kapcsolatban egyébként örömét fejezte ki José Gomes, aki számít a gólérzékeny csatárra. Nem lesz ott már az Ete ellen, Kaká a brazil védő fél évre a spanyol Deportivo La Coruñához került. Szintén távozott Székesfehérvárról, szintén fél évre kölcsön Belencse László, a támadó a görög Asteras Tripolisnál tölti a tavaszt Fülöp Márton csapattársaként. Visszatérve a hétvégi mérkőzésre, a szombaton 16 órakor startoló derbit ingyen tekinthetik meg a fehérvári szimpatizánsok.